Sziasztok! Mai konyhai műsorunkban ismét nemzetközi vizekre evezünk. Ha még nincs ötletetek az ünnepi sütnivalóra, hoztunk egy tradicionális angol finomságot. Ez a zseniális édesség a hot cross buns, ami tulajdonképpen egy kertészta, de ízvilága eltér a nálunk megszokottól, a kuglóftól vagy a fonott kalácstól. Ahogy sül, isteni fahéj és fűszeres illat lengi be a konyhát. A legfinomabb a vajjal még egy picit langyosan, és másnapra is friss marad, feltéve úgy, ha marad belőle. Gyertek, próbáljátok ki ti is! A langyos tejbe beleteszem az élesztőt, a cukrot és felfuttatom. Addig kimérem egy keverőtálba a lisztet, a fűszereket, a cukrot, beleteszem a vajat, a tojást, a vaníliaaromát és végül a felfuttatott élesztőt. A mixergéppel körülbelül 5 percig dagasztom. Ha kézzel gyúrjuk, akkor ez 10 perc. Ezután kiveszem a tálból egy nyújtódeszkára és belegyúrom a mazsolákat. Egy edényt kiolajozok, és beleteszem a tésztát, legtakarom egy tiszta konyharuhával, és duplájára kelesztem. Elég lassan kell, ha ezt szeretnénk egy kicsit gyorsítani, akkor tegyünk egy edénybe meleg vizet, majd a tésztás tálat tegyük ennek a tetejére. Miután megkelt, vegyük ki, gyúrjuk át, és 8 egyenlő részre vágjuk el. Kis gombócokat formáljunk belőle úgy, hogy az aljára gyűrjük a széleit, egy sütőpapírral bérelt tepsibe rakjuk, letakarjuk és újra duplájára keresztjük. Amikkel készítsük el a kereszthez való tésztát. Keverjük el a lisztet a vízzel és a sóval, majd tegyük egy műanyag zsákba. A sarkát vágjuk ki egy kicsit, és miután megkelt a tészta, nyomjunk rá kereszteket. Előmelegített sütőben 175 fokon szép aranybarnára sütjük őket. Amíg sül, felfőzzük a szirupot, és miután kivettük, még melegen bekenjük velő a bocikat. Ha langyosra hűltek, vajjal tálaljuk.